Szia, Leslie! Hello! Szia! Több száz gondolatban már ott annyi baj van. Az, ahogy te a dalba jelentkeztél, azzal te azért minősíted a dalt, és jónak minősíted a dalt, hiszen akármit nem szoktál elvállalni. Azért ez egy minőségű műsor lesz, ez egészen biztos. Bár nem néztem soha egyiket sem. Akkor néztem, amikor Viga benne volt, akkor őt megnéztem, ezt tudom. Rengeteg barátom rágta a fülemet, és addig-addig rágták a fülemet. Sőt, az egyik legjobb barátom már mindennek utána nézett, hogy mik a feltételek. Aztán úgy döntöttem, hogy na jó, de hát próbáljuk, én miért is nem. Milyen dallal indulsz? Miről szól a dalod? Ez szerintem az eddigi egyik legdurvább szövegű dalom, így mélységben, meg mondani valóját tekintve. Azért is választottam ezt, mert egy az, hogy ebből tudtunk csinálni egy 3 perces verziót. Tényleg nem egy hosszú dal. De a szívem rendben van, hát élek boldogan, és nem fáj semmi sem, vagy legalábbis úgy hiszem, csak a világban annyi baj van, hogy bennem sokszor fájva dobban egy kis vérpumpa gép. A másik az, hogy tényleg olyan mondani valója van, ami globális. Én úgy gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem akár, hogyha adja Isten esetleg sikerül Kopenhágát meglátogatni, akkor azért a világnak is el tudom mondani. Nyilván akkor azt már majd angolul készül, az angol szöveg azért biztos, ami biztos. Szóval ez a szöveg a minket körülbelül mindenféle olyan problémákról szól, amik mellett nem lehet elmenni szó nélkül.